A Gazdasági Városfejlesztési Vagyongazdálkodási Bizottság rendkívüli ülését az indokolta, hogy a Viszmajor pályázat benyújtási határideje közel van. Ezért dönteni kellett arról, hogy benyújtsa ezen pályázatot a város önkormányzata. A várvízzel kapcsolatos ez a három Viszmajor pályázat. Ugye mindenki tudja Sátoraljóhelyben, hogy sajnos volt egy egyes számú, egy kettes számú és egy hármas számú árvíz, három ütemben érkezett a víz Sátoraljóhelyben, és közben károsodtak és sérültek Sátoraljóhely önkormányzatának épületei, utai, útjai, és tudjuk, hogy a sportcsarnok, az uszoda, a öregek napközi otthona, óvoda is sorolhatnánk még a végsőkig. Éppen ezért Sátoraljóhely önkormányzatának a mi javaslatunkra szándékában áll Viszmajor pályázatokat beadni mind három árvíz esetében. A bizottság tagjai ezen túl határozatot hoztak önkormányzati vagyonhasznosításra és lakáshasznosításra vonatkozóan. A rendkívüli bizottsági ülést követően Sátoraljóújhely önkormányzat képviselőtestülete is rendkívüli ülésre ült össze. A képviselőtestület első és legfontosabb napirendi pontja a Viszmajor pályázat benyújtására vonatkozott, melyet a képviselőtestület egyhangúan elfogadott. Ezek azokról a károkról, illetve azoknak a károknak a kompenzációjáról szólnak, amelyek a önkormányzati tulajdonban keletkeztek. Legyenek ezek utak, járdák, közterületek, vagy éppen intézmények, vagy önkormányzati létesítmények. Hát reméljük, hogy sikerül egy jó részét elfogadtatni és annyi forrásra szert tenni, amiből a helyreállítást meg is lehet valósítani. A képviselőtestület második napirendi pontja a Borsodi Sörgyár részvényeinek eladására irányult. Ha a testület úgy döntött, hogy a részvényeket eladja, én azt gondolom, hogy az ár nem rossz, hiszen egy durván 1,5 millió forint értékű részvényt 11 millió forint körül összegért tudunk eladni. Én azt remélem, hogy ezt a pénzt olyan célokra tudjuk felhasználni, ami a költségvetés szempontjából meglehetősen fontos. A képviselőtestület tagjai döntöttek az ülésen a Zemplén Kalandpark és Sportcentrumon belül kialakított Kalandtúra Park 4 pályájának árainak módosításáról. Itt az árakat megemeltük, hiszen nagyon emberigényes a program, mert ha egy ember megy fölmászni, akkor is egy biztosítóra van szükség, ha csoport megy föl, akkor is, és ha többen vannak a pályán, vagy több csoport van egyszerre a pályán, vagy a pályákon, annyiszor egy kezelő személyzetre van szükség a biztosításhoz. Tehát adott esetben 4-5 főt is igénybe vesz a program, és az az összeg, ami bevételként bejött, bár nagyon népszerű a pálya, nem reális és nem aránylik ahhoz a munkához, amit ott a kezelő személyzet végez, ezért itt egy áremelést hajtottunk. A város polgármestere hozzátette, hogy a most elfogadott árak nem magasabbak, csak megközelítik az ország más részein lévő kalandtúra parkok árait.